Jó reggelt kívánok szerdán mindannyiuknak. Harangozó Tamás első vendégünk, az MSZP frakcióvezető helyettese. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hát kérdezném a tegnap estéről, mi történt a Jókai utcában az MSZP székházban, de azt mondja, hogy bent se volt. Nem, én nem vagyok sem országos elnökségi tag, sem budapesti politikus, úgyhogy nem tudok válaszolni. Ez hogy van ezzel, hogy vonja ki magát az ember? Egyfajta pártvezetőként, úgyhogy zajlik körülötte mindez. Nem vagyok sem országos elnökségi tag, sem budapesti politikus. Tolna megyei pártelnök vagyok. Én nekem most az a dolgom, hogy az ottani dolgokkal foglalkozok. Ma is megyek le Szekszárdra. Ez az én feladatom. Ott a megegyezés felé haladnak? Helyben nagyon... azt gondolom, nagyon megfontolt és nagyon felelősségteljes minden szereplő. Majd meglátjuk, hogy itt Budapesten mindenkinek a főnöksége hajlandó azokba a kompromisszumokba is. Egyébként azt gondoljuk, hogy nyertes megoldásokba belemenni, amit a helyben. Még egyszer mondom, a saját politikusaik egyébként már jóvá hagytak. Meglátjuk. Ennél többet nem szeretném, olyan nem szeretném veszélyeztetni azt az eredményt, amit eddig elértünk. Vannak ilyen eredmények? Vannak ilyen eredmények, és pontosan azért nem fogom a részleteit elmondani, még egyszer mondom. Az eredmények? Mert nem szeretném veszélyeztetni azok. Arcfelismerő rendszer, ami ugye Józsefvárosban kerülne a egyébként is meglévő kamerahálózat mellé, mint egyfajta új szoftver, és amelyik a hírek szerint arra lenne jó, hogy a bűnözőket kiszűrje, az ön gyanúja szerint pedig arra lenne jó, mert hogy másképp ezt nagyon nehéz lenne végrehajtani, hogy mindannyiunkat megfigyeljen, akik arra sétálunk, arra járunk Józsefvárosban. Ennek a törvényi háttere rendezett ma Magyarországon? Ez a legnagyobb probléma, amit az imént utólag kérdezett. Én ebben az ügyben először csak kérdeztem. Szerintem teljesen korrekten, normálisan azt kérdeztem, hogy ennek az új típusú kamerarendszernek, ami szerintem hardveres kérdés és nem csak szoftveres, de például ezt se tudjuk, mert senki semmit nem mond, és nem, úgy sem, ha nem tudna. Bár hát annyit tudunk, hogy Józsefváros nem tudja, vagy nem mondhatja el, hogy milyen rendszer, de azt elmondhatja, hogy világszínvonalú. Ennyit tudunk. De ez is egy vicc. Ez azt mutatja, hogy tudják, hogy milyen rendszer, csak nem mondhatják el. Szerintem nem tudják, de mindegy. Ahogy ők. Már ugye a dolog arról szól, hogy megkérdeztem, hogy mi a jogszabály háttere van Magyarországon annak, hogy egy ilyen arcfelismerő rendszert működtessenek, hogy nem az a kérdés, hogy egyébként egy kamera képes-e felismerni az ön arcát, szerintem az is egy komoly technikai hátteret igényel, hanem ezek a kamerák egymagukban semmit nem érnek. Az a kérdés, hogy milyen adatbázishoz csatlakoznak. Tehát ha fel is lát egy arcot, azt mivel társítja össze? A lakcím nyilvántartással, amiben minden magyar állampolgár arcképe benne van. Csak a bűnügyi nyilvántartással, ahol csak a bűnözők vannak benne, stb. Ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni, és a belügyminisztérium egyszerűen annyit válaszolt vissza Pintér Sándor, hogy nem áll módjában egyelőre felvilágosítást adni, mert vizsgálják a körülményeket. Én például ezt nem pontosan értem, hogy az érdemi válasz, mint törvényi kitétel ebből hogy jön össze, ebből a válaszból, mert én konkrét kérdéseket kértem, hogy jelölje meg azokat a jogszabályokat, amik alapján ez a Magyarországon működhet. Pontosan tudom, hogy nem működhet. De nem arról szól ez a válasz, hogy ők is tudják, hogy nem működhet, hát azt vizsgálják, hogy hogyan. Na most ez a nagy kérdés, tehát hogy itt az ügy szerintem most per pillanat azért tart itt, mert Kocsis Máté hetekkel, hónapokkal ezelőtt ezzel a rendszerrel a saját kerületében, az újságjában, a honlapján elkezdett úgymond, nem tudok máshogy fogalmazni, vagánykodni. Tényként írta le ennek a rendszernek a létét, hogy összebevezetésre kerül. Bizottsági jegyzőkönyvben, Nemzetbiztonsági Bizottság előtt elmondta, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fogja működtetni az ő kerületébe a kamerarendszert. Most ez a másik alapvető kérdésem, hogy azért álljunk már meg egy percet, tehát hogy micsoda. Tehát, hogy a titkosszolgálatok fognak egy kerületi kamerarendszert működtetni. Na azt aztán milyen jogszabály alapján? Ugye a titkosszolgálatoknak valóban mindenféle eszközeik vannak Magyarországon is. Ez így normális. De a lehető legkeményebb törvényi háttere van annak, hogy ők milyen alkalommal, milyen ügyben, milyen körülmények között használhatják, no pláne használhatják fel, amit ott rögzítenek, vagy lehallgatnak, vagy bármi más csinálnak. Egy kerületi kamerarendszert a titkosszolgálat fog működtetni. Most ezeket a kérdéseket nem csak én tettem fel, az utóbbi napokban több komoly újságíró, szakújságíró és komolyabb lap újságírója is. Azért tudom, hogy ők se kaptak választ, mert volt, aki már engem hívott föl megkérdezni, hogy ebben az ügyben mi van, mondta, hogy én se tudom. Tehát magyarul senki, se a titkosszolgálat, se a rendőrség, se a kerület, se a belügyminisztérium vagy nem tud igazán semmit, vagy nem akarja elmondani, ez az utóbbi egyébként sokkal ijesztőbb. Ugye itt két törvény
lehetne normálisan dolgunk. Az egyik az információ szabadságra vonatkozó törvény, amelyik rendelkezik arról, hogy az én személyes adataimat az én hozzájárulásommal lehet kezelni, tehát akár az én arcképemet valamilyen célra felhasználni. Gondolom, az én saját arcom az én személyes adatom. A másik pedig a rendőrségről szóló törvény, amelyik meg arról rendelkezik, hogyha megalapozott, hogyha ez igazolható cél, akkor a rendőrségnek joga van arra, hogy ezt az információ szabadságról szóló korlátozást átlépje. Hogy érthető legyen a jogvédelmi része, de egy mondatot előtte. Tehát én nekem semmi gondom nincsen azzal, hogy új, innovatív, akár technológiai megoldások vannak. Meg azzal sem lenne gondom, hogyha arcfelismerő kamerarendszert építenek ki bűnügyileg fertőzött környéken. De szeretném látni a törvényi hátterét, a garanciáját, szeretném látni azt, hogy ki fogja ezt kezelni, ezt az adatot. Egyszerűen fogalmazok. Most akkor titkosszolgálat fog kamerát működtetni, de egyébként az általa begyűjtött információkhoz, mondjuk Kocsis Máté polgármester, most idézőjelben mondom miatt, csak hogy érzékelt legyen, ki a adatbázis kezelője. Bebatjuk a polgármesterről, és lekérheti, hogy na akkor tegnap, akkor nem tudom, délután 2-kor a harangozó járta itt, vagy nem járt. Tehát ezeknek a garanciáit mindenkinek a tisztességes többség akarja látni, hogy az ő adataival nem fognak visszajönni. Én ennyit szeretném tudni. Ha én jól gondolom, az egyik, ha történt valami, akkor utóbb vissza lehessen keresni. Erre akartam visszajönni, amit ő mondott, egy alapvető alkotmányos alapelv van, amiben minden levezethető. Személyes adatot az állam is csak célhoz kötöttem, valaminek célnak az elérése érdekében használhat fel. Tehát hiába van meg az ön, meg az én fényképem a lakcímadat nyilvántartó rendszerbe, ezt ők csak akkor használhatják fel, ha például a bűncselekmény gyanúja merül fel, nyomozni kell. Egyébként általában tisztes polgárokat nem lehet sem megfigyelni, sem az őróluk készült adatokat, információkat csak úgy tárolgatni. Duplána nem lehet azt, hogy nem tudjuk, hogy ezekhez utána ki fog hozzáférni, és mit fog vele csinálni. Én nekem ennyi problémám van vele, és azért ijesztő dolog, mert ha erre kaptam volna egy háromsoros választ, még akár azt is, hogy tudjuk, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján ez a rendszer nem tud felállni, ezért szeptemberben a parlament első ülésén be fogunk terjeszteni egy olyan jogszabálymódosítást, ami megnyugtatóan rendezi ezt, de nem ez van. Össze-vissza mutogat, hazudozik, beszél össze-vissza, mindenki mutogat a másikra. Az a válasz, és ezzel vált az nem erre utal? Nem volt ilyen. Hát azt kapta válaszként a belügyminisztertől, nem? Hogy nem ám úgy a felvilágosítást. Én nem ám, az egészen másról szó valóban. Tehát ők maguk menedzselik bele ezt a szituációt egy olyan környezetbe, ahol az ember jogosan gyanakodik, hogy akkor itt mi van. Még egyszer mondom. Ha van olyan megoldás, amivel nagyobb biztonságot lehet teremteni, és egyébként törvényes megoldás, akkor azt gondolom, hogy én magam is, meg akár a pártom is tudja támogatni, de jelenleg azt látjuk, hogy mindenki csak vergődik, a másikra mutogat, és senki értem, nem mondja meg, akkor nem a kamerarendszerrel, hanem a hozzá csatlakozó szoftverrel, hardverrel, és annak a jogtechnikai oldalában van probléma. Most az jutott eszembe, hogy itt van a 13. kerület, ahol ugye szocialista polgármester van, gyakorlatilag a rendszerváltás óta, és ott van az egyik legnagyobb kamerarendszer ma Budapesten. Gondolom, az, hogy kamerákat telepítenek, az nem gond. Ezt próbáltam elmondani még. Az sem lenne gond, hogy arcaismerő kamerákat telepítenek. Csak tudjuk meg, akarunk hogy milyen törvény hátteret csapnak hozzá. Törvényesen vagy törvénytelenül csinálják. Akarunk tudni, ki fogja kezelni azt az adatbázist. Nem én akarom tudni, még egyszer mondom, a tisztességes többség. Azt kell megérteni, hogy itt ez a rendszer azt fogja tudni. Beütöm valakinek a nevét, és az a rendszer automatikusan ki tudja majd naplózni, hogy mikor, merre járt, ki állt mellette, kivel beszélgetett, mit csinált. A tisztes, egyszerű polgárokat is, egy újságírót is, aki leül egy kávézóba mondjuk az informátorával beszélgetni a munkája során. Egy cégvezetőt, aki leül tárgyalni egy másik cégvezetővel, például egy üzletről. És ezt így, ahogy van, ki tudja egy ilyen rendszer naplózni. Ha jól értem, akkor egy ilyen lesz most szeretnék ebben a kerületben. Ezek az adatok törvény által garantált módon olyan kézbe kerülnek, és úgy fogják őket kezelni, hogy ebből tisztes polgárnak nem lehet hátránya. Arról mit tud ez egy kísérlet ebben a kerületben, vagy az első lépcsőfok, hogy ez általánossá váljon? Hát ezt is hallani lehet szintén csak a bizottsági jegyzőkönyvekből, hogy ez egy laboratórium. Tehát a 8. keleti lakosoknak is szeretném mondani, akik esetleg most azon háborognak, hogy neki jogvédők hisztiznek itt, pedig nekik milyen jó lenne, értem, még egyszer mondom, ha törvényes, támogatni is fogjuk. De szeretnék mondani, hogy ez nem 8. kerület ügye. Tehát onnantól kezdve, hogy egy önkormányzati kamerarendszerbe a titkosszolgálatokat vonják be, ez nem a 8. kerület ügye. Onnantól kezdve, hogy nyilvánosan bemondják, hogy egyébként itt most kipróbálgatnák ezt az új rendszert, aztán nyilván mennének tovább az ország vagy a főváros többi részére, ez nem a 8. kerület ügye. És mondhatják nekem azt, hogy Londonban ez jól működik, akkor
akkor úgy kellett volna kezdeni, hogy Londonban ez hardware, szoftver és jogi háttérrel hogy működik, és milyen, még egyszer mondom, garanciája annak. Közben az a zavarba illeték... hogy az adatok szerint Londonban sem működik jól, mert lehet, hogy szoftver, hardware és jogi oldalról hibátlan, de a bűnözéssel való fertőzöttség állítólag semmit nem javult ezáltal, hogy ott van ez a rendszer. Ezt én így nem tudom ebből hát a székből én a sajtóból tudom megítélni, de az biztos, hogy még egyszer mondom, a tisztességes többség érdekében az a minimum garancia, hogy látnunk kell, hogy ezt nem politikai, nem gazdasági haszonszerzés, nem zsarolás, akármi másra fogják felhasználni, és most mindegy, hogy 8. kerület, vagy másik kerület, bárhol, tehát hogy mi az a törvényes szint és garancia, ahol egy ilyen nagyon brutálisan a magánszférába beleavatkozó rendszer úgy tud működni, hogy én nyugodtan aludhatok, ha én tisztességes ember vagyok, akkor nekem nem lehet ebből problémám, és a kettő nem keveredik össze. Köszönöm szépen. Ezeket, remélem a választ is kap a kérdéseire. Köszönöm.